Sülteát kanalaznak a poharakba a Máté Szalkai négy évszak óvodában. Minden hónapban egy kijelölt héten két alkalommal várják a kicsiket és szüleiket évszakhoz illő tea különlegességekkel. A tea délután már korábban is szerepelt a programjaik között, most viszont a szülői kapcsolattartást szeretnék új szintre emelni. Mindössze óvoda kollektíváján belül terveztük ezt meg, többször összeültünk, ahogy máskor is, ha rendezvényeink vannak, vagy ha nincsenek rendezvények és a szakmai programok. Ezt mindenképpen fontos elmondjam, hogy a helyi programunk az egészséges életmódra nevelés körül forog, és ugye a környezetvédelem körül. Az egészséges életmódba ugye beletartozik a mentális egészség is, és ezt a területet szeretnünk még jobban kiemelni. Hát ha azt mondom, hogy volt itt olyan már ma reggel, olyan szülők, hogy rokonok, és hónapok óta most találkoztak, és mondták, hogy Úristen, mi most beszélünk, mikor beszéltünk mi utoljára. A szülői kapcsolatok, tehát nem csak csoportszinten, hanem óvodaszinten is ismerjük meg egymást, mert látjuk, egymást jövünk, megyünk, ugye reggel, este, hozzuk a gyermekeinket, óvodapedagógusokat úgy szintén látjuk, Dajka néniket úgy szintén látjuk, de a közös kontakt hiányzik. Az egésznapos program olyannyira flexibilis, hogy a szülőket jó előre értesítik az időpontot illetően, illetve egész nap várják a teázni vágyókat a kijelölt napokon. A szülők között természetesen legtöbbször a gyerek a közös téma, mondta el Tomcsák Dávid, tea délutánozó édesapa. Nekem nagyon tetszik. Egyrészt azért most itt téli időszakban jól esik az embernek egy jó meleg ital, kedves a személyzet, de ami ebben szerintem kifejezetten jó, az, hogy azért a szülőket erre a pár percre leültetik, közelebb tudunk kerülni, vagy kapcsolatot tudunk létesíteni egymással, mint szülők, vagy éppen a pedagógusokkal, és ez azért is fontos, mert ők vigyáznak napi 8 órában úgy durván a gyerekeinkre. Tehát szerintem előnyös, hogy jobban meg tudjuk egymást ismerni. Az óvodai dolgozóktól a kíváncsibb szülők a sültea receptjét készítését is elsajátíthatták, mely igen hasznos tudásnak bizonyul ebben a megfázásos időszakban.